A műsor támogatója a Ránk TV. Iratkozz fel oda is! A tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódott a Bándi gyilkosság per a pécsi törvényszéken. A helyszínen ott van tudósítónk Szilágyi Jenő. Szervusz Jenő, mi történt eddig a tárgyaláson? Szervusz Csaba, köszöntöm a Hír TV nézőit. A bíró először ismertette a korábbi tárgyalásokon elhangzottakat, majd annak a három gyerekkorú tanúnak a meghallgatásáról beszélt, akik megtalálták a holttestet. Ez a két tárgyalás között valamikor a múlt héten történt, és a lakásukon. Ők azt mondták, ketten azt mondták, hogy bújócskáztak a bokorban, és miután meglátták a holttestet, nagyon megijedtek és hazamentek. Egyikük megdobta kővel, arra voltak kíváncsiak, hogy mozog-e, de miután ez nem történt, meg hazamentek és elmondták a szülőknek, akik először nem hitték el nekik, de aztán végül is visszamentek a helyszínre, és így találta meg a rendőrség a holttestet. A harmadik gyerek pedig azt mondta, hogy ő nem is látta Bándi Katát, mert ő volt a hunyó, és miután nem találta meg a két gyereket, megunta a játékot és hazament. Ezután a bíró ismertetett egy levelet, ami arról szól, hogy a büntetés rejtelhetési intézetből két rab azt írta, hogy ők úgy tudják, hogy nem egyedül követte el Péntek László a bűncselekményt, és vádak fejében ezt el is mondják. Ezután egy tévéadásról volt szó, melyet még akkor készítettek, mielőtt a tárgyalás sorozat megkezdődött volna, és abban Péntek László azt állította, hogy többen is látták őket együtt. A bíró megkérdezte, hogy meg tudná nevezni bárkit, és azt mondta, hogy nem, sajnos nem tudja egyik nevét sem. Aztán a volt barátja következett, akit egyszer már meghallgattak. Tőle azt kérdezte a bíró, hogy Katának vagy Katinak szólították-e, illetve Katalinak szólították-e az áldozatot, és ő azt mondta, hogy kifejezetten kikérte magának, hogyha bárki Katán kívül más keresztnevet használt, illetve más beszédést, tehát ő csak a Katát szerette, és hogyha másképp szólították, akkor azt azonnal kijavította. Péntek László állítólag több mint 10-szer a rendőrségi vallomásának Katinak mondta az áldozatot, és amikor szembesítette ezzel a bíró, akkor azt mondta, hogy csak a rendőrségi vallomásában mondta ezt, amikor beszélgettek, akkor mindig Kata volt. Aztán eddig odáig jutottunk, hogy még egy tanút meghallgattak, akit a Büntetés Végrehajtási Intézetből állítottak elő. Ő a gyerekek nevelő apja, és érdekes módon ő ismerte a Magtár utcából korábban Péntek Lászlót, és ő azt mondta, hogy a börtönben megkérte őt, hogy mondja azt, hogy korábban is ismerte már Katát. Ennek fejében előttől egy audit ígért neki. Péntek László ezután azt mondta, hogy ebből az egészből semmi nem igaz. Tehát tulajdonképpen itt most az elmúlt egy órában nagyjából az egyik hazugságot szembesítették a másikkal. Jelenleg szünet van a tárgyaláson, és mint ahogy te is mondtad, még szakértők vannak ma vissza. Jenő, köszönjük!